Elindultam Budapestről egy több mint 7000 kilométeres vonatútra. Több mint 16 óra utazás után megérkeztem Párizsba, ahol ellátogattam a Versailles kastélyba, megkóstoltam a csigát, és fölmásztam a Diadelif tetejére is. Na jó reggelt, itt van egy újabb napunk Párizsban. Ez még mindig a Discovery vlog, és elmutatom nektek, mi van kint. Ma annyira nincsen kifejezetten szép időnk, de azért még az eső nem esik. Csúnya. Most megyek reggelizni, és akkor utána majd irány az Eiffel-torony. Na, hasonlók teszek, mint tegnap. Ja, ugyanúgy a bástyás sokkor, de nagyon jól néz ki. És akkor így ilyen az étterem otthonnak hátul az asztalok, és akkor így meg ki lehet nézni. Van a terasz után, de nem is jó, ugye. Na, a közlekedési káosz egyre jobban fokozódik itt. Most már van áruszállítás a Burger Kingben, vagy nem tudom, hova egy jó ideje. Busz, villamos, lukás autó. Itt is az autókat hogy állnak, mert nézzek, azok hárman állnak ugyan úton, aki a két sávos, vagyis egy sehány sávos, mert nem vannak sávon, de nézzétek meg, hogy menik mindenki. Hát a lámpa azok természetesen piros, de hát ez kit érdekel. Na, elindultunk, és azt akartam mondani, hogy ott van a híd, odáig tart Párizs, ott a felüljárószerű. Utána az már klisi. De gyakorlatilag innen gyakorlatilag ki lehet sétálni Párizsban. Amúgy Párizsnak a közigazgatási területe sokkal kisebb, mint Budapesté. Igazából az elővárosokkal együtt, csak nagyon nagy. És itt van a Gare de Bordeaux is jön, akkor szerint oda fogunk majd menni, de előbb elmegyünk boltba. Meg is érkeztünk, és itt most van mozgó lépcső, mert ezt gondolom jó mélyen megy. És utána néztem, hogy Franciaországban és Spanyolországban is nincs ilyen egyértelműen, hogy melyik vonat közlekedik jobb, melyik bal oldalon, ez így vonal válogatja. És ez például van, hogy van, amikor jobb oldalon megy, van, amikor bal oldalon, és így váltogatódik így menet közben bizonyos állomásoknál. De például Portugáliában minden vonat a bal oldalon közlekedik, nálunk meg ugye mindegyik jobb oldalon. De itt ilyen most indul. Üres. Ahhoz képest, hogy hétfő van, elég kevesen vannak rajta. Meg amúgy egyébként is nem lenne hétfő, amit is kevesen. És érkezik, már hallani lehet, és már látni is. Azért biztos lesz szülőhely, mert az mindig van, ezért emeletes hosszú vonat. Na. Menjek ide a hátsó részbe. Madame, monsieur, bonjour. Ici votre gestionnaire de l'information voyageur. Je vous informe que le trafic a été perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison d'affaires délayées plus de ce matin en gare.
gare du Choisy-le-Roi. Il est à noter cependant que le trafic reste à la normale. Plus d'informations sur votre trajet, je vous invite à consulter l'application de France Mobilité, le site internet francilien.com. Madame, monsieur, merci pour votre visite. Avenue Foch, correspondance métro ligne 2. Change here for Metro to come here aquí para Metro 2. Megérkeztem az Eiffel-toronyhoz, és beálltam a sorba, ami egyébként egész jól halad, úgyhogy szerintem egy 20 perc múlva elveszett, remélhetőleg. Már elvileg oda fogunk felmenni a helyére, erre most már jó belevedőt vagyunk. És így egy második emeletig lépcsővel megyek, és utána az itt el. Nos, itt még csak a biztonság ellenőrzés van, még nem van a pénztárat, de ez még valóban lesz. Bejutottam ide a kertbe, és akkor most jön még egy sorbálás majd a pénztárhoz. Ami azt hittem, hogy az is itt lesz rögtön, de hát nem. Még lehet, hogy még nagyobb sor lesz, és akkor itt lehet fölmenni lépcsővel. Oda a második emeletre a lift, az ott van. De még lehet, hogy lifttel megyek oda, és nem tudom. Sorban a második emeleti liftes egyhez, ott a full liftes egyhez, és itt a lépcsőhöz, tehát kb. Senki. Úgyhogy itt sokkal könnyebben fel fogunk jutni, úgyhogy nem liftezik a második emeletre, csak a legfelsőre. Megkezdtük a lépcsőzést, azt írták lent, hogy negyed óra, mire fölérünk a második emeletre, úgyhogy jó hosszú lesz. Fölmegyünk az első emeleten, ez volt itt az eredeti lépcső, időben ez itt kiállítva. Hát a második emeleti még ezzel kedvében lépcsőzni. És most itt le a lift. Van benne egy étterem. És akkor itt a Szajna, ott megy majd a metró ezen a hídon, ami megint most persze, hogy nem megy, meg ugye a múltkor sem, amikor meg akartam mutatni. Ja, és akkor nem sokára megyünk majd tovább a második emeletre. Onnan meg majd a lifttel a csúcsra. Na és ott van Lady Fans, ott voltunk tegnap, ahol kimentünk oda a kacsolókhoz. It's a metro bridge. If you go to the right side, you'll get really nice view of the tower. It's not that crowded. Tudom, híd. És akkor ott van a szállás, mert jó messze ott, ahol van ez az üvegépület. És most pont megy a metró. Most majd itt kell tovább menni, mint látom. Na, onnan jöttünk, ott a lépcsős sorbaállás, és ott a liftes, meg a másik liftes. Úgyhogy ezt mi megúsztuk. Van benne egy ilyen konferenciaterem. Tök jó. Nem sokára fog jönni, vagy menni a lift, még nem látom, honnan jön. Na, majd valami ilyesmivel megyünk nincs a csúcsra. Na, itt vagyunk a második emeleten is újra. És ott a tetején még, oda fogunk menni. Ez még mindig kb. Még egyszer ilyen magas. De oda már lifttel megyünk. Itt is van ajándékbolt, bistró.
De még a liftet is kell kicsit lépcsőzni ezért. Nehogy egyszerű legyen. Ilyen a kilátás itt, és majd arra fogunk tovább menni. Még ott sokáig. Itt ez az aranyozott kupolás épület, ez nem tudom, hogy micsoda. És... ja. Ott van a szekrekör, ott arra van a szállás hátra. Zoomolunk kicsit. Ott. Szekrekör és... Diadalép szembe, hát hiszen... Na, de szerintem itt most már is indulok felfelé. A följöttünk erre a köztes szintre. Az ott a lefelé menő, és nekünk majd még erre kell mennünk, itt van a tábla. Minden könnyebben kilátunk, mert nincs itt ilyen rács, meg kevesebben vannak. No. Mi így megyünk azért. És itt ezt nem tudom, hogy miért románul van kiírva. Érdekes. Na és itt kell sorba állni a csúcshoz. Ott is még csak fotózkodtak, és itt már tényleg sorba kell állni a felütáshoz. És itt vannak a liftek, négy darab elvileg. Sajnáltam, hogy a fúlba férni, és abban már nem valószínű. Oda fogunk menni ezután, ott van Napóleon sírja. Azt fogjuk ezután megnézni majd. Na, most itt még van fehérben, ha lehetnek rendesen ki lehet látni. Az irodája látható itt. Innen lehet megnézni az üveg mögül, és a kamerán nem sok látszik. Mint valami drónfelvétel lenne, úgy néz ki innen. 314 méter magasan vagyunk, azt hiszem. De nem emlékszem. Ez 80 méteren vagyunk, az előbb egy kicsit sokat mondtam, de tényleg csak egy kicsit, nem majdnem. Most végre ide férek. Thank you.
De lassan leérünk az első emeletre. Lefele kicsit gyorsabb, mint felfele. És itt a vége. Vagy nem? Még lehet, nem? De. Na még egy utolsó. Itt van egy tó. Most megyünk a invalidusok házához, a honlapon a sírját fogjuk megnézni. Mondjuk délre volt a jegyem, és már elmúlott. De hát talán be fognak azért megengedni. Még visszajöttünk ide a Cérárhez. Gondolom most jött be, mert sokan vannak. Újra itt vagyunk Champ de Martyre fel. Most már utoljára ide, mert valószínűleg nem fogok jönni ebbe a három napba. És itt áll bent egy vonat, ami itt várakozik. Középső vágányon. Az egész városban úgy, mint itt is épülnek az olimpiai helyszínek. Na, ide meg is érkeztünk. Vannak ilyen ágyuk kiállítva. Az Eiffel-től innen jöttünk. És akkor be is menjünk most. Remélem, hogy a Deles egyen már még beengednek. És itt épül egy olimpiai helyszín, és itt a bejárat. Szokásos biztonsági ellenőrzésen átjutva, benn vagyunk. Csak közben bementem a Hadtörténeti Múzeumban, mert azt hittem, itt egyben van ez az egész, de aztán nem. Ki kellett jönni, és akkor itt kintről van. Na, mondjuk örülök, hogy nem kellett körbe jönni, de itt vagyunk végre. Bemegyek. Na, itt van Napóleon sírja középen, ebben a nagy szarkofágban. Ez ki belülről az egész. Vannak még mások is eltemetve körbe. Szépen itt körülnézek. Na, így néz ki innen lentről. Körbe lehet járni. Na, így néz ki innen. Közben elkezdett esni az eső.
közben még itt vártam, hogy elálljon az eső, addig megnéztem itt még egy kiállítást. Arról láthattatok részleteket. Na, de már régen láttatok engem, úgyhogy most nézzetek. Most hova is megyek? Ja, most visszamegyek a Szajna partra. Ott fogok kicsit videózni, és akkor megyünk majd a Musée d'Orsay-be utána. Ma még nem metróztunk, épp itt az ideje. Ott van az állomás az út túloldalán. És itt van még egy ilyen park. Egyébként ez az invalidosok háza elvileg valami katonai kórház volt egykor. Ha jól tudom, ha meg nem, akkor úgy is kivágom. És itt jön egy jó hosszú mozgójárda, itt Rotterdamban, ott volt még ilyen. De ezen kijött a metróból, hát igazából jó messze volt az állomás. Itt jön a Szajna part, egy nagyon szép híd, jönnek hajók. Mindjárt fel is megyek az útra. Úgyis arrafelé van dolgom ott fent. Harmadik Sándor híd. Na, onnan jöttünk. Itt a híd, itt ismét egy olimpiai helyszín épül. Vannak ilyen hajós éttermek, meg ilyen rendezvényhajók, de zárva van mindegyik. Na, ezt nem tudom, hogy ez valami játszótér volt valamikor, vagy valami középkori kínzó és kivégző eszköz. Hát nem tudom. Na, itt látható a Bourbon palota, ami a Franciaország gyűlésnek az ülésező helye. Most sajnos ide nem tudok bemenni, be akartam, de nem volt már jegy mára. Tamu is csak ilyen nagyon random időpontokban van. És ott van a Concorde tér, ahol tegnap már jártunk. Szintén olimpiai helyszín épül ott is. Ezt ugye tegnap nem mondtam, hogy igazából nem jutott eszembe. Na, itt van egy ilyen nagyon szép fahíd, és itt van a Musée d'Orsay, meg is érkeztünk igazából. És olyan ez a híd, hogy még onnan a rakpartról is föl lehet itt jönni középen. Kiderült, hogy hétfőn zárva van, úgyhogy ezt most már nem fogjuk tudni megnézni. De mégis rengeteg ember áll itt. Ismét a célra fogok utazni, és megnézem a Pantheont akkor helyette. És mint egy megállót fogunk menni. És majd menjünk a Notre Dame-hoz is, de most akkor először a Pantheonhoz megenni.
Elő úgy beházik, úgyhogy csöpög a víz konkrétan le a vizéből, meg itt is, az egész be van áncva. Ez egy kis eső, ez már jó volt. Nem ő lesz, gondolom, már itt nem nyílik az ajtó. Egyébként ez egy elég nagy állomás. Hát neki kell lennie, mert... ez már lehet, hogy indul. Aha. Most indul. És erre fogunk menni, csak most a B-vel, nem a C-vel. Tehát az még itt erre van tovább. Na, itt vagyunk a B-rel-nek az állomásán, elég lepusztult. Ez egy középperonos állomás. Viszont itt ez is bal oldalon közlekedik. Láttam még, amikor jön, de lassan most már biztos jön. Burkolat az hol van, hol nincs. Ez egy végre egy tágas állomás. Na, itt vagyunk. Jardin de Luxembourg. Mindjárt bemegyek, csak előbb eszek itt a Mekibe. Ami ott van, tudod, a busz mögött. Egy ilyen 280 nevezetű burgert tudok enni, ilyen szögletes zsemlében van. Ez valami epres víz, és egy tunkli nyomjönnyekben. Na, itt vagyunk, itt a Pantheon. A térképen minden olyan messzinek tűnik, de hát ez tök közel van. Képzeljétek el, hogy olyan jól jártam Mekibe, hogy vettem ugye ezt a 280 nevezetű szendvicset, ami hát jó nagy, és nem tudom, hogy 5 vagy 6 euróba kerül. Eszem, és már félig megettem, és hoznak még egyet, csak úgy. Azt mondják, az is az enyém. Hát mondom, akkor jó. És jól laktam így. És nem fizettem sokat. Itt az 5. kerületi városháza, és itt a Pantheon. Itt egyébként Franciaország nagy emberei vannak eltemetve, hasonló, mint ahol Napóleon sírja volt, csak nagyobb sokkal.
Aninka itt közében. De fogok fölmenni még. Annyian is szép a kilátás. Itt a Notre Dame, amit éppen újítanak. Ott voltunk, mert igazából mindent láttunk. Na, kijöttünk el át az eső közben, úgyhogy most menjünk a Notre Dame-hoz. De kijelzők egész modernek. Tök jó az állomás. Ilyennek kéne lenni a több metró állomásnak is. Tágas, világos. Jó. Láthatjuk a párizsi városháza. És nem sokára megpillantjuk a Notre Dame-t is. Na, megérkeztünk, és ugye restaurálás miatt csak eddig lehet menni, tehát igazából elég messziről lehet megnézni. Ugye leégett egy pár éve, és elvileg még egy pár hónap is elkészül. Innen látszik azért, hogy még van mit rajta csinálni. Még valami még működnek. És itt középen van egy kereszt, ami nemrég most pont a napokban került vissza. Talán tegnap előtt? Ez. És ott látszik, hogy még valamit csinálnak. Ide lakatott egy IKEA-s bevásárlókocsit, és ez valószínűleg itt is fog maradni jó darabig. Mert nem tudom mióta állhat itt, de tudjátok, oda van zárva, és ez így igazából használhatatlan, mert jó a szedve rácsa. Főleg ezt az oldalt csinálják még. Itt van még munka. Átjöttem ide a városházához, és innen metróval megyek tovább.
megpróbálok beszerezni egy francia zászlót a zászlógyűjteményembe. Remélem kapok, mert tegnap vettem egyet, de az olyan nagy, hogy az nem jó bele. Na most megkeresem a metrót. Tök érdekes, hogy most Párizsban ez az utolsó napom, és olyan ilyen utazás vége hangulatom van, pedig hát igazából még csak most kezdődik, még majdnem két hét vissza van az utazásból, ez még csak az első volt abból a hat városból, amit meglátogatunk az út során. De majd erről holnap, hogy hova is megyünk tovább. A 13-as metró voltunk, de 13-as, a 11-essel, azzal még nem mentünk soha. Na, és itt le van járólapozva a peron, nem aszfaltos, ez is furcsa. Ez egész szép ez az állomás, föl van csempézve a plafonim. Két perc. Ezt is itt láthatjátok, hogy egy külön kerekű. Ez a vastag sín. Beszerezve, és közben itt vagyunk a siklónál, de most szerintem nem megyünk vele, pedig most nincs senki. Mondjuk pont ezért szerintem sokat kéne várni az indulásra. Itt látható az úgynevezett szeretlek fal, ahol rengeteg nyelven ki van írva azt, hogy szeretlek. Most nem tudom, hogy pontosan hány nyelven, de nagyon sok magyar ott van középen. Na, közben ittam egy kávét, és most, és mi lesz? Ja, most elmegyek az IKEA-ba a hotdogért. Ezt teszem vacsorára. A metróba. Fú, nem is tudom már hányos metró ez, már elfelejtettem. Már jó, hogy nem megy ez a metró. Na, ezért jöttünk itt tegnap lifttel. De ez itt már peron, ez itt már a peron, jó. Thank you.
az ajtót, véletlenül pont sikerült videóznom. Mert úgy nagyon sokan voltak, és most pont szerencsém volt. Ugye a Szellezer helyen volt az előző, és ott sokan leszálltak. De az előző megálló ezelőtt, és sokan ugye leszálltak, ezért oda tudtam férni az ajtóhoz. Metrónál amúgy se kell kifelé a kártya, csak karriernél. Hát a francia IKEA nem jó. Legalábbis a bisztró része, ahol én voltam, az egészen biztosan nem. 2 euró a sima hotdog, a műhúsos az 1 euró. A plusz az üdítő nem újra tölthető, nincs is ilyen menü, hogy 2 hotdog egy üdítővel, úgyhogy ez egy csalódás volt most. Na de mindegy, menjünk, kipróbáljuk a 14-es metrót, és ezzel egyenesen hazamegyünk, amennyiben működik, mert most megint bemondták, hogy valami nem jó, pedig elvileg ma már nyitva kéne lennie. A 14-es az Párizs legújabb metróvonala, természetesen önvezető, peronajtós, szépen fel van újítva. Ez kicsit más, mint a többi, úgy tudom. És itt van, erre kell lenni. Mintha nem is a párizsi metróban lennénk. A mozgó lépcső. Ugyanezek a szerelmények, mint a 11-esen, de ez teljesen új. Van ezen a metróvonalon, ami engedélyezi, hogy 2 percnél sűrűbben kövessék egymást a járművek, úgyhogy tök jó, ilyen kéne mindenhova, tehát most is 1 perc múlva már jön a következő, mikor még ez el se indult. Úgyhogy nagyon durva, folyamatosan jönnek a metró, és jó gyorsan. Még a szélvédője lehetne kevésbé reszkes. És akkor lehetne szépen videózni belőle. Az állomás is nagyon szép, tiszta, és hát tényleg tiszta mindegyik, de hogy szép, modern. És elvileg most közvetlenül ott a hotel előtt fogunk kiérni, hogyha itt megyünk ki.
Tehát az egész vonal ilyen így le lehet látni innen föntről. És látjátok, már itt is a következő. És gumikerekű, azt nem mondtam. De ugye a 11-es vonalon mutattam, bár mondjuk azt hiszem az nem volt önvezető. Nem tudom, ez miért jó, de ugye van itt napi takarítás, és amikor bejövök, és bedugom ide a kártyát, akkor felkapcsol az összes lámpa, tehát hogy nem tudom, miért hagyják úgy, és akkor ki van írva, hogy védjük a környezetet, meg minden, ezért meg egy törölközőt is, hogy akasszuk föl, és akkor nem lesz minden nap kimosva, de úgyis minden nap hoznak újat, szóval tök mindegy. Na, vége van ennek a napnak is, és a... Hát gyakorlatilag úgy érzem, most Párizst ezt kimaxoltuk, ami ebben a három napban belefér, még bőven egy-két napot lehet négy tölteni. Tehát összesen ez a három nap, ez a legtöbb városra elég, de Párizsra kevés, ide egy öt nap mindenképpen kell. Viszont ez még csak az első állomása volt a hatállomásos utazásomnak. Holnap Spanyolországban megyünk, Madridba. Egész nap a vonaton leszek, úgyhogy most újra vonatra szállok holnap. És kipróbáljuk, hogy milyen lesz, hogyha 300-zal megy egy vonat. Igazából holnapra ennyi, ez épp elég lesz, 8 órát fogunk utazni, talán. Ennyi fért most ebbe a részbe. A következő részben elhagyom Párizst, Spanyolország felé veszem az irányt, és kipróbálom, hogy milyen az, hogyha egy vonat 300-zal megy. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!